Hajrá, Bandi! Sziasztok! Hello! Hova megyünk, Bandi? Hello, tesón! Ja, na jó, akkor elkezdem én. Megyünk síelni az öcsémmel. Ilyen yes. se volt, 1000 év volt, yes. kettesben. Yes. Családilag mentünk. Egy tavaly. Napra megyünk, de én már úgy vártam. Igen, én a 5 óra 30-as kelés nem váltam, mert egy napot tudtunk kiszakítani. Igen. Úgyhogy 6. szakad, akármilyen idő lesz, és akármilyen 2 méteres hó van, akkor is síelünk. Mert hogy közben ugye az osztrák alpokban, meg ugye egyáltalán az alpokban lezuhant az évszázad hómennyisége az elmúlt hetekben. Igen, ez egyfelől rossznak is gondolhatnánk, másfelől meg jónak, mert ugye amikor legelőször szóba került, hogy nézegettük még tavaly, hogy milyen dátumok jöhetnek szóba, és mondtuk, hogy január eleje, hogy lesz-e hó? Mert az is benne volt, hogy hát van hó. Serken az ibolya az osztrák alpokban, van hó. Emlékszel az első síelésünkre 80-as évek végén. Emlékeztetek én akkor? Az hány éves voltam? 81-ben akkor kéne emlékeznem. Születtél, nem egészen 7 éves voltál. De hát nyilván Csehszlovákia volt. Cseszkó. De volt valami... Liptovszki Mikulás. Igen, Liptovszki Mikulás. Liptószent Miklós. Oh, és az Zakopane alacsony... Azt akarom mondani, köszönöm, hogy még ki sem mondtam, de már ki akarsz javítani, hogy Zakopane a lengyel oldal. Ja, értem. És a cseh oldalon szerintem a francban, erről írtam most egy cikket, a Liptovszki Mikulás, a Liptovszent Miklósi emlékeimről, és megnéztem a térképen, hogy konkrétan hogy helyezkedik ez el, értem. Hogy nehogy rosszat írjak, egyébként a VMR-en el lehet olvasni, 3 nagyon vicces emlékem, amiből az egyik az volt, amikor anyánk lement a liba legelőn életében először. A TV kitépős sztori. Nem tépte ki a tévét. Az én fejemben, a családi legendáriumban ez úgy van. Ez apánk így meséli. Tótné Kultvölgyi Krisztina életében először csúszott le a havon. Nem pályán ment, két házsor között. És nyitva volt az ablak, és ott ment az antenna be a tévéhez. És az anyu megfogta az antennát, és kitépte úgy, ahogy volt az egészet, és az apa előadásában ez úgy van, hogy kirántotta a tévét is, és a csehek így kihajoltak az ablakból, hogy itt... Nem, ez úgy volt, hogy először mentünk síelni életünkben, szedett-vedett holmikkal, nekem polsport lécem volt. Polsport, ez egy lengyel gyártmányú léc, igen. Amit kölcsönkértünk, meg cipőfűzővel a derekamon sieltem, hogy fönnmaradjon rajtam a nadrág, meg tényleg 5 pulóver, 2 melegítő gatya, tehát nem a aláöltöző, meg minden. Igen, 5 pulóver, viszont abban is fáztál, mert 2 perc volt, vizes volt az összes. Csuram víz, de mindegy, a lényeg az, hogy hát én pedagógus kispénzű síel, és tök szedett-vedett szerkó, és anyánk nem bírta ki, miután megérkeztünk, hogy kimenjünk a pályára másnap, úgyhogy felcsatolt. Ja, az anyu, de tényleg abszolút felcsatolt, ilyen volt. És ő most kipróbálja, ahogy Alberto Tombától látta a téli olimpia közvetítésében. És beállt bombába, és a szűzhóba elkezdett lefele venni, és félúton vette észre, hogy lent egy úttest keresztezi a pályát, és akkor az első adandó alkalommal megfogta azt az első dolgot. Ez volt a cselk antennája. Ami szembe jött. Na, hát ilyesmire tőlünk szerencsére már nem lehet számítani, mert hogy mi már azóta azért megtanultunk síelni, és... Ezért bakker, azért belegondolom, nagyon-nagyon jó síel, látni fogjátok. Ne hype, látni fogjátok azt a sportágat, amit Détót Kriszta tényleg jól csinál. Az egyetlen. Ez nem labdajáték, itt nem zavarja meg semmi. Úgyhogy... Hát azért csomó minden megzavarhat, a lét, a hó, nem, a hideg. De ezt már tudod, tehát ezt kiskorodban tanultad meg, és ez megy. Tényleg nagyon szépen síel. Jó, ne hype-oljunk. Gyorsan síel és szépen, ezt meg fogom mutatni nektek oldalról, előről, a más nem valami archív felvétel. Te viszont szoborozni fogsz, igen, de csak igen. Azért ne tudjak belepofázni. Igen, azt egyébként autodidakta módon tanultam meg, úgyhogy ha majd látok benne mozgáshibákat, akkor az abból van, hogy az ember amikor saját maga tanulja meg, akkor az nem az igazi. Egy valami nagyon változott a tudásunkon kívül, a szerkó idén nagyon rendben van. Bomba. Ez a lényeg. Leegyébként az aláöltözőben nagyon reménykedem, most szakad, az aláöltözőben nagyon reménykedem, mert én nagyon tudok fázni a hegyen. Úgyhogy én is rajtam is van egy aláöltözőm, ez alatt, még egy ez alatt még lesz egy jó kis vízelvezetős és hőátengedős alsó. Karácsonyi zsírpárnáimról nem is beszélek. Ezeket fölpakoltam a síelésre. Remélem fázni nem akkor fogunk. Menjünk. Hát megyünk. Megyek. Jó. Napsütésbe fogunk síelni, Bandika? Én továbbra is bízom benne, hogy igen.
Szerintem délutánra elmegy a hó, kisüt a nap, fölteszem a napszemcsit és király. Az én örök optimista öcsém. Mutatom a napsütést. Hát majd meglátjuk. Ó, már látszik a lift, az mindig egy akkora boldogság. Ja, nem az a boldogság, hanem ha megy, itt kell bemenni. Igen, ne felejtsd el bemenni. Bandi, az meleg, bocsánat, ez meg kicsi. Annyira hülye vagy. Jaj, de jó, hát kicsit csúsztunk. Na, szerintem nem lesznek nagyon sokan, csak az őrült magyarok. Vannak, hát egy pár, szerintem a fele magyar, aki csak azért is síjel, mert befizettük. Mert ilyenkor tudott eljönni. Befizettük. Na, de másik magyar, az megpróbál a bejáratig menni. Egy parkingplácot. Itt van, nézzétek, a felvonó, azon fogunk ülni mindjárt. Csak előbb beöltözünk, mutatnám, hogy micsoda rend van. Itt minden be van. Itt van a rendkívül rendben tartott cuccunk. Mit szólnál, ha odaállnék? Amit elhoztunk a kedves Decathlonból, ez itt a reklám helye. Várj a Bandi, most termékkel helyezek. Na, akkor átöltözünk, jó? Mutatnám az öcsém nagyon menő szerkóját, figyeljetek! Tetőtől talpig. De ez még nincs megcsinálva. Tón in tón. Mutatom. Igazi snowboardosnak nézel ki, Bandika. Én nem vagyok az. Na, majd meglátjuk. De ez nem baj. El vagyunk készülve. Ja. Egyelőre szerencsére nem kellett, de hazafele szerintem kelleni fog. Dehogy kell. Napsütésre fel vagy készülve, Bandi? Nagygáz ablaktörő. Persze. Mutatnám, az örök optimista. Jól van, köszönjük. Nagyon örülök, hogy van nálad napszemeg. Én sílécre szavaznék. Engem még nem láttok a kedves nézők. Ó, odanéz. Jó van. Gyorsan, gyors csere, mert a dolga. Hó. Na ebbe észre fognak venni a pályán, tényleg. Na, készen állok. Menjünk föl. Mutassuk meg, hogy hogy fogjuk magunkat föl. Nem tudom, lehet-e az osztrák poptól hallani minket. Hungry Eyes megy. Hungry Eyes pop ritmusban. Az Ogohóban, mutatom. Szóval itt van egy kis hátizsák tele cuccal. Nem tudom, jól tartom? Jól, hangeszközökkel. Ezzel rögzítjük a hangot, van nálunk mindenféle töltő, és most nekivágunk a síjelésnek. És természetesen itt... én cipelem ezt. És itt van a mikroport. És azt mondta Bandi, ne kiabáljak, mert nagyon közel van a számhoz. És megmutatom, hogy nyilván megvettük a napi jegyünket, ami miután 11 után értünk ide az ítéletidő miatt egy kicsit olcsóbb volt, de így is 40 euróba került itt Stuleknél. Átadnám a kamerát. Másodperc. Csak meg akarom mutatni egy valamit. Azért, tehát ha véletlenül szerkóvásárlás előtt vagytok, akkor ez a legnagyobb okosság. Ez ide bemegy. Behúzod, és csak így oda csippantod. Majd mutatom, hogy lehet ezzel átmenni, csak így oda rakod, és már nyílik is a kapu, tehát nem kell, mint régen... Nem lettem tőle ügyesebb, de hát, hogy... nem a kabát teszi az ember. Régen állandóan ilyen kihúzósokat kellett venni, emlékszel is depozitot hagyni, stb. Most igen. Már csak megy az egész így. Na, én is fölveszem a sisakomat. Ez két okból is fontos, az egyik a hajam. Jobban nézel kis sisakban, ugye? Igen, kevésbé látszik a kusza haja. Már nem középen van a szemüveg, ne is haragulj, egy kicsit úgy, kicsit, de nem, majd, nem, most, figyel... ne, most lecsúszott. Majd akkor lesz fontos ez, amikor szememen van, jó? De most lecsúszik. Az se baj, ha hátul van. Jó. Amíg föl nem megyünk. Jó, na, én még nem vagyok kesztyűben. Megfogom. Köszönöm. Na, addig elmondom nektek, hogy egészen különlegesen szép egyébként a hely. Egy völgyben vagyunk, és innen megy föl egy négyüléses vagy hatüléses felvonó. Az előbb megnéztem, de elfelejtettem, hogy hány ezer méterig. Azt hiszem 1300 méterig megy, és onnan még 1700 méterig lehet onnan fölmenni. Úgyhogy így haladunk szépen majd fölfelé, és igyekszünk minél több pályán síjelni, mert ahogy a Kriszta mondta, a magyar egyszer jut el síjelni, de akkor mindent belead. De akkor nagyon! De akkor nagyon. Jövök! Na gyere, megmutathatod, hogy működik. Még csak 13-szor ejtettem le a különböző dolgaimat. Mutatom, hogy működik. Talán. Sőt, ezt nem is kell csinálni elvileg, hanem érzékeli magát. Na, ülős felvonó van.
Föl kéne csatolnunk? Nem, mert kisétálunk föl fönn, nem? Nem lehet kisétálni fönn. Nem? Akkor fölcsatolunk. Mit dém síd? Ja. Oké, a síekkel. Na majd utána találkozunk. Eljutottunk? Még nem jutottunk föl, itt vagyunk a felvonón. Elvileg le lehet húzni ezt a... Ezért ne húzzuk le? Vagy a, ja nem, akkor nem tudunk fölvételt készíteni. Tartom. Nézzük meg, hogy működik-e. Nem bírom lehúzni. Na. Áó. Figyelj, lenyomod a sílécemet a deszkádra. Ez a baj a bordosokkal. Ez a baj a síelőkkel. Aki síel, az pontosan tudja, hogy milyen idegesítőek a bordosok. Engedem, jó? Jó. Na. Szóval ezt is megértük. Ezt is. Kicsit más, mint a szlovák felvonók voltak a 80-as évek végén és a 90-es évek elején. Ott volt egy tányéros, egy csákányos és egy kabinos, ami általában nem működött. Lanovka. A nagy kabinos. És arra emlékszel, én nekem nagyon megmaradt egy pálya a hopokon. Nem volt hosszú, mondjuk ilyen, hát mennyi lehetett, 300 méter hosszú pálya. Igen. És egy körülbelül egy órát kellett sorbálni, hát mire, persze, mire egyet föl tudtál menni a tányérosra. És ott volt az, hogy mindig mindenki így könyököd, lökte a másikat, rálép a lécére. Az még most is előfordul itt. Én sieltem itt egy napot tavaly, és azért ott is, tehát hogy szerintem a könyöklés sorbanállás közben az sokkal kevésbé a sajátunk, mint amit gondolnánk. Igen, és a következő GoPro-s bejelentkezés az akkor lesz, amikor nekiindulunk az első lejtőnek. Mindjárt találkozunk. Na nézzük, ha egy kicsit lejjebb viszed a selfie rudat. Én a pillanatra elengeded azt a kart, igen, akkor lejjebb tudom vinni. Ja. Akkor nyitom, vigyázz a nagy busa fejedre. Még mindig esik a hó és nem süt a nap, Bandi, csak szólok. Leveszem. Igen, várjál, mert ezt is, ezen is át kell jutnunk. Így. Jobbra megyünk, de te... Kezdődik. Most üzünk először, és ez sok akkurát, mint a napon. Hajrá, Bandi! Jó vagy? Egyszerű snowboarddal kiszállni. Főleg, ha az ember mondjuk évek óta nem csinál. Na, álljunk le oda, mert a cipőmet magamra kell kötözni. Na, akkor ez volt az első kiszállás. Mindjárt indulunk. Rendben rakja a szerkót is. Én már melegítek. Anélkül egyszerűen tilos elindulni lefelé, pláne egy egész év kihagyás után. Igaz, Bandi? Igen. Te is bemelegítesz majd, ugye? A földön, hogy megforduljak, úgyhogy be vagyok melegedve. Nekem egyébként az szokott történni, hogy a csípő ízületem, tehát a csípő forgóm szokott néha. Hát logikus, mindenkinek. Begörcsölni, vagy úgy valahogy, ha rosszul fordulok. Úgyhogy estem már úgy, hogy menet közben beállt a csípőm, és ment szanaszét mindenem, úgyhogy meg hát a térdem. 44 év, az 44 év, gyerek. Pár de még múlva. 44 évesen is, oda nézzetek. Még egyet ne csinálj, szerintem, mert úgy maradsz. Lehet, hogy akkor én háton fogok sírni. Ne rögtes, mert egyszerűen nem tudok rögni. Én nem tudok segíteni, be vagyok kötve. Egy hopej. Jó. Gyerekek, ebből mi lesz? Jó van, a többit kamerán kívül, de nézzük meg, hogy itt, hogy hova megyünk. Tudsz mozogni? Mert az András már hasalt egyet, vagy seggezett. Mindjárt még egyszer. Na, szóval... Hova mi? Mutatom a térkép. Ma nem azt fogjuk leforgatni, amit szeretnénk, hanem amit tudunk. Itt vagyunk. Tehát innen már csak egy hatos üléssel lehet fölmenni a csúcsra. Azt most első csúszásra biztos, hogy nem. Úgyhogy innen lemegyünk szépen az 1A kék olyan, pályán. Olyan, mint egy tanárnéni, nem? Menj már a francba, olyan vagyok, mint anyánk, mi? Igen. Jó, mindegy. Itt az 1A kék pályán lemegyünk. Jaj, de várjál, itt el kell majd kanyarodni a kettesre. Van ám térkép máshol is, meg a zsebembe. Ja, 1A és 2. Így fogunk menni. Nézd, Bandi? Figyelsz rám? Igen, nem. 1A, és nyomunk egy jobb kanyart a kettes felé. Aztán oké, tanárnő. Indulunk? Menjünk a francba. Ja nem, az 1A lemegy a izé. Így. Jó, na. Menjünk, azt 1A-t kövessük. Ja, várjál. Szemüveg. Na, szevasztok! Hölgyeim és uraim, Détót Kriszta! Légy szíves, ne hájpoljad! On the stage! Ne hájpoljad!
Tibi elindul a snowboardon. Én a hordággyal követem. Na, egész jó vagy! Ez megvolt! Eszed a havat? Nem sárga? Gyerekkorom óta nem. Sípályán vagyunk, én eszem a havat. Ne próbálják ki otthon. Senki sem csinálja, de nagyon jó. Na. Na jó, menjünk. Lassabban menjünk, mert ez nem akar, tehát nem akarlak. Menjünk, és együnk. Kiereszteni a képből. Bandi, mit csinálsz? Állítom egy picit a kötésem el, mert egyértelmű, hogy az esésem abból adódott, hogy nem jól állt a kötés. Természetesen még véletlenül sem abból, hogy nem vagy túl gyakorlott. Az van, hogy nem mindegy, hogy az ember melyik lába snowboardozik, elől, melyik van elől. Uh-huh. És mikor megkértem a Decathlonban a hölgyet, hogy állítsa be, akkor rossz lábat, igen, rossz lábat mondtam, és most megigazítom. Oké, mert hogy van, hála jó Istennek. Igen. Van csavarozó opció. Minden hozzá, és nem tudom, halljátok-e, de rendületlenül szól. Nem azért mondom, de kisütött a nap. Na várjál! Mutatnám! Nem. Hát az ott mi? Süt a nap? Oszlik a felhőzet. Éljen az optimizmus! Bandika! Hát már kezdjük ott, hogy nem szakad a hó, és föl tudtuk hajtani, igen, a plexit. Kezdjük ott, hogy látjuk a pályát. Ami azért, miután most megyünk... Hű! Ezt a fáról fújta le a szél! Le! Húzzuk le! Nem kell, csak a fáról lefújta a szél! És ilyen is egyik legjobb része, amikor leül az ember és megeszik egy rántott hús. Egy Wiener schnitzelt. Jaj, a felvevő. Nem baj, ott is hagyhatod. Jó, köszönöm főnök. Megmondom őszintén, hogy napsütésben szeretek síelni. Ja, de azért jó. De úgy, hogy a tengert is látod, nem? Jó, nem panaszkodom. Tehát, hogy azért ez nem rossz. És pláne az, hogy Budapesttől normál hát három óra. Között, hát 2,5 óra alatt itt legyen három, egy pisi szünette. És akkor nyomni egy napot, aztán hazavezetni. Tehát, hogy de nagyon sokan is csinálják, a pincérünk is magyar. Meg az összes többi vendégek is magyarok. Úgyhogy sokan csinálják ezt, jó, de elszökni, igen. Bejött a szerkó amúgy. Ja, igen. Na mondtad, hogy na most nagy tesztek között alá. Igen, hát nem nagy tesztnek, csak nagyon kíváncsi voltam, hogy a Léc, ami ugye egy saját merkes darab, és én általában azóta, hogy a polsportos időszakomat kinőttem. Te polsportos, csak ez a lengyel márka, azt hiszem, én Stomil teniszütővel kezdtem. Az mi? Hát ez cseh? Az. Hát vagy valami cseh is, és fém váz, tehát az is ilyen, mondjuk úgy mai szemmel gagyi. Hát nem gagyi, csak ott ezeket lehetett elérni. Igen. De mondjuk egy csomó más, mindjárt mondom a szterkorról, csak hogy a polsportról eszembe jut még egy csomó minden más márka, ami Elán, az volt a... Alpina. Deli Csoki. Teli Csoki és a Lentilki, az volt a Smarties-nak a... Na jó, mindegy. Szóval, hogy jó, az igazság, hogy jó a léc, gyors a léc. Gyors. Az van, amit ígértek a boltban, hogy dinamikus, nagyon jól fordul, és eszméletlen gyors, és megvan erősítve oldalt, úgyhogy jól bírja ezt, azért most eléggé hebben húpás itt a mély tó miatt. Igen, mert nem az osztály össze-vissza beszél picit ma, de elnézzük ezt neked, hogy nem mindenhol lehet látni, ugye, hogy nem süt a nap, és nem lehet látni, hogy hol, igen, vannak most így összetolva a kupacok, igen, és az ember abban akar fordulni, én a deszkával azért ott egy kicsit dob egyet rajtam. Igen. De szóval jó, és az igazság, hogy nem fázik semmi. Igen, ezt akartam én is mondani. A legnagyobb okosság azért alákesztyű. Az alákesztyű, ami nézzétek meg, hogy úgy működik, hogy nem tudom, lehet-e látni, de hogy... Ki van alakítva a telefonhoz egyébként. Nem kell levenni a telefonhoz. És ráadásul én csúszásgátlós, tehát ha belerakod, akkor tapad a kezedhez. Igen, ez nagy okosság. Nem úgy, hanem hogy nem csúszik így.
Na nem, szóval ez tényleg okosság, ez apróságokon múlik az, hogy az ember, mert nekem síjeléskor az ujjam végei szoktak szinte azonnal fázni, meg a lábujjaim, a lábujjaim azok most is fáznak. Hogy a kamerát ne lögdösd, rákönnyök össze, csak lögdösöd a kamerát. Ül egyes. Jó, hát most forgatsz először életed, úgyhogy megértem. Jaj, kamera! Akkor most Wiener Schnitzel, és utána még megyünk egy párat. Istenem, Wiener Schnitzel. Mit csinálsz, Bandi? Le kell fotózni ezt a gyönyörű látott szeletet. Borjú Bécsi. Ez a kedvenc pályán? Hát figyelj, összességében azt lehet mondani, ezt azért nehéz elrontani. Tehát, hogy erre biztosra is megyek egyben, ugyanakkor meg nagyon szeretem. Tehát nagyon. Én egy hétig tudnék enni, vagy kettő Borjú Bécsit. Jó, van, nekem is becsúszik azért, csak ez pulyka. Bújj pulyka. Pulyka Bécsi. Pulyka Bécsi. Nagyon jó, hogy na hát, akkor most a nap végére kisütött a nap, Bandika. Hát már mondtam, hogy sütni fog. Úgyhogy mi lassan levegyünk a hegyről, mert még egy kicsit be kell ülni az autóba és haza kell menni. Na szuper volt. Nagyon jó volt. Köszi, hogy eljöttünk. Köszi, hogy eljöttünk. Neked is. Sziasztok. Ja, és még valami. Ja, nem, még nem sziasztok. Egymás kamerázását síelés közben csak haladósi tudással, oké? Okay? Vagy úgyse. Kérjetek meg valakit, hogy vegyen föl, és akkor tudtok síelni. De valakit, aki nem síléc van, vagy aki egy helyben áll. Sziasztok. Sziasztok.